A mérkőzés első félidejében a vendégek már korán a 4. percben megszerezték a vezetést. A gól egy Navratil ellen elkövetett szabálytalanság után megítélt büntetőből született, amit Bumba értékesített. Az első félidőben a 19. percben újabb 11-est végezhetett el a Kisvárda. Ekkor Sássá lövését Horváth László védte, azonban a 20. percben Karabelov újabb találattal növelte a vendégek vezetését. Az első 45 percben hazai oldalon Tóth Gábor próbálkozhatott többször is kapura juttatni a labdát, ezeket azonban a várdai védők sorra hárították. Két gólt könnyen adtunk, ugye két 11-es, az egyiket ugye védte a Laci, a másikat ugye abból lett egy szöglet, elméláztunk a mérkőzés elején, fél időben rendeztük a sorokat, kicsit átszerveztük, és a másik fél idővel elégedett vagyok. A második játék részben mind a vendégeknek, mind a kéksárgáknak adódtak lehetőségeik. Az 59. percben Dávid Zoltán felívelését követően Tóth Gábor Kristóf fejelt a kapu fölé. A 86. percben pedig Bereckinek lett volna alkalma gólt szerezni. A Kisvárda próbálkozásait Horváth és Szemerédi is hibátlanul hárította, így a végeredmény a Kisvárda két első félidőben szerzett góljával maradt 0-2. Mindenki játszott, a próbajátékosok is, most már mindenkinek ugyanannyi játék lehetőséget nem tudok adni, mindenki annyit, amennyit megérdemel. A próbajátékosok közül ketten voltak ma, akik egy átlagos teljesítményt nyújtottak ma. Átmenetekből elég jól indulunk meg előre, tehát az látszik, hogy a csapat erőssége lesz. A védelemben és a védekező középpályán azt még össze kell raknunk, ott még vannak hiányosságok. A Color City Kazincbarcika SC harmadik edzőmérkőzését január 23-án szombaton Debrecenben játsza majd, ahol a DVSC vendégeként zárják a felkészülési időszakot. A Merkantil Bank Liga tavaszi bajnoki fordulói január 31-én kezdődnek, amikor a Color City Kazincbarcika SC a kaposvári Rákóczi FC csapatát fogadja hazai pályán. A mérkőzést 17 órától a Color TV-ben élőben követhetik majd.